Nagy szeretettel köszöntöm a televízió nézőket Hangvilla című magazin műsorunkban, és újfent zene, újfent beszélgetés, újfent jó hangulat, és újfent egy remek műsor, amivel hívjuk, várjuk Önöket. Újfent vendégek a stúdióban, de azt kell, hogy mondjam, hogy régi visszatérő bútordarabok, Esze Zsolt és Esze Tamás, vagy Esze Tamás és Esze Zsolt a Gorzium Művészeti Szakgimnázium és Technikum képviseletében. Hát az a helyzet, hogy bocsánatot kérek, hogy lebútoroztalak így benneteket. Két autós vanok, igen. De hát tulajdonképpen most már összenőttünk egymással ebben a műsorsorozatban, és ma egy nagyon izgalmas beszélgetésbe fogunk belebonyolódni. Nálatok meg ez külön érdekes lesz. Arról fogunk beszélgetni, hogy annak idején hogyan hallgattunk, milyen formában, milyen hanghordozókon hallgattuk a zenét, de mindenek előtt van egy hivatalos közleményünk is, vagy egy bejelenteni valónk. Ugye egy új tanár van a zenész tanszak képviseletében, egy új remek basszusgitár oktatóval gazdagodott az iskola, de hát Tomi, talán mint tanszakvezető te erről többet tudsz mondani. Igen, szeptember óta Kis G. Laci is a tanári karunk része, aki nem csak ugye remek basszusgitározását mutatja meg itt az iskolában, hanem zenekari gyakorlatot is tart. Úgyhogy most a beszélgetésben azért nem is tudott eljönni, mert zenekari gyakorlatot tart, és meg is hallgattam reggel, hogy mit csinálnak, úgyhogy egészen remek munkát végez, nagyon szuper jól érzi magát is az iskolába. Úgyhogy ennek az arculatváltásnak az is az eredménye, hogy nem csak a tanulókat vonzuk, hanem a művésztanárokat is, és a szakmai tanárokat is vonza az iskola, mert gorziumosnak tanárként is jó lenni. Úgyhogy vonzó. Igen, nagyon vonzó. Sokan szeretnének itt dolgozni. Úgyhogy a Kis G. Laci fog muzsikálni ebbe a műsorba velünk, úgyhogy ezzel debütál, és majd beszélgetni is fogunk vele nyilvánvalóan, amik műsorán most jelenik meg a lemeze, az új lemeze, úgyhogy lesz vele aktualitás bőven. Na hát akkor elő is vezetted, lehet Kis G. Laci lesz majd a következő műsor vendége, nem tudhatjuk, de akkor ha már lemez gondolat merült fel, és ugye Kis G. Laci lemeze kapcsán, hát akkor kössünk rá a zenehallgatási szokásainkra annak idején. Én nagy tisztelettel mondom a kedves televízió nézőknek, hogy én abban a korszakban nőttem fel és hallgattam a zenét, amikor bakeliten, és elsősorban bakeliten, illetőleg kazettákon hallgattuk még a magnót. Nyoma nem volt még a letölthető zenéknek, nyoma nem volt még a CD-lemezeknek. Tulajdonképpen én ezt a korszakot képviseltem. Hát srácok, ti hogy álltatok a zenehallgatási... Hát nagyjából mi is, ugyanígy én 78-as vagyok, a Zsolti meg 60, nem tudom. Valójában 70 éves vagyok, de jól tartom magam. Szóval mi is ebbe a korosztályba tartozunk. Hát édesapánk ugye zongorázott, egész nap otthon tanított, úgyhogy azt mindenképpen hallgattuk, és hát kazetta, de volt egy nagyon remek szalagos magnó. Szalagos magnó. Rendesen szalagos magnó, úgyhogy ezt mindig a Zsolti befűzte nekem, és akkor én meg addig nyomkodtam, míg tönkre nem tettem. Ha már szalag, akkor én hoztam egy ilyen kis eszközt, ezt gyorsan szeretném megmutatni, hogy ne csillogjon nagyon. Ez egy olyan szalag, amit arra a remek kis szalagos magnóra lehet föl applikálni, ezzel a kifejezésen hadélyek. Szóval ez gyakorlatilag a kettő egy kompatibilis egymással elméletileg, és ez volt azt szerintem Zsolt, vagy legalábbis egy ilyen kis mambó magnó például abban az időben. Igen. Ez egyébként a mi korosztályunkat szerintem megelőző időszakra volt azért jellemző, nem? Tehát mondjuk ez az 50-es, 60-as években volt első számú divat. Tehát az 50-es, 60-as években volt a rádió, és volt a szalagos magnó. Nagyjából ezeken. Én hoztam egy csomó ilyen kis kiegészítőt, majd ezeket így mutogatom. Hát kazettás, ezen kívül kazettás magnónk volt, egy hasonló magnónk volt. Ilyen nem lehetett, mert ez nagyon jó. Tényleg jó volt, és ennek az volt nálunk a jellegzetessége, hogy ez a pianino tetején volt, és édesapám ezen vette föl a növendékeknek a tanítást. Szerintem ez volt az egyetlen műszaki eszköz, amit tudott kezelni egyébként, de ezt nagyon komolyan kezelte, mindig bemondta, mikrofonpróba 1-es, 2-es, és akkor Hallgatta. Ezeknek az volt a csodája, de szerintem a szalagosnak is, meg a kazettás magnónak is, hogy ha fölvettél egy anyagot, simán tönkre lehetett tenni azzal, hogy véletlenül rávettél valamit, vagy véletlenül kitöröltél róla valamit. Igen. Szerintem van egy generáció, a mai tanítványaitok, fiatalok, el se tudják képzelni, hogy milyen volt az annak idején, amikor
nem volt mese, vagy le kellett kagylózni a rádióból a zenét, igen, vagy ilyen kis sustorgós, akármilyen monóban. Hogy hallgatnak ma a suliban egyébként a diákok zenét? Tehát mikor megérkezik, hogy Zsolt, mint a tanár úr, szeretném ezt a zongoraművet megtanulni, és akkor letölthető formában MP3-ban gondolom. Hát vagy MP3-ban, vagy a YouTube. Tehát ugye azért ott hát gyakorlatilag minden fent van. Aha. És akkor igyekszem jó minőségben demonstrálni a tananyagot. Hát mondjuk ez nem minden, nem mindig sikerül. Tehát mobiltelefonon hallgatnak. Ez a legnagyobb baj, hogy mindent a mobiltelefonon akarnak. Az ott van náluk kéznél, és mindent azon jegyzetelni is azon akarnak, olvasni is azon akarnak, zenét hallgatni is azonnak, mindent azon akarnak megoldani. Aha, de azt tudjátok azért, hogy a hordozhatóság az nagyon-nagyon fontos volt már az 50-es években is. Ami Tomi, ott a lábadnál van, ez a remek orsós magnó, ez tulajdonképpen egy hordozható magnó volt. Tehát ez nem arról szólt, hogy csak otthon letetted, ez egy hordozható. Igaz, hogy olyan nehéz, hogy fél méterenként le kell tenni, mert tényleg nagyon nehéz, de ez már az akkori idők hordozható mobileszköze volt. Igen. Hát nyilván nem egy mobiltelefon. Igen, hát a zenetanítás szempontjából, hogyha megnézzük ezt a dolgot, akkor sokkal inkább a hangszóró rendszer az, ami kritikus. Tehát számtalanszor jártam már úgy, hogy mondjuk kocsiban hallgattam valamit, és utána meghallgattam egy nagyon jó fejhallgatón. Aha. És előjöttek olyan szólamok, ugye, amiket nyilvánvaló az autó, menetzaj, stb., meg az autóhangszórónak nem olyan széles sávú, nem jelentek meg. Uh-huh. Ugye, tehát mondjuk egy, mit tudom én, egy 10 kHz fölötti hangtartományban már bizonyos dolgok eltűnnek. Konkrétan hangszerek eltűnhetnek. Fejhallgatott fel, jé, ez így szól. Igen. Tehát nagyon nem mindegy. Oktatásban meg különösen nem mindegy. Hát ha már említetted, ugye mondjuk ez a kicsi kis eszköz itt, ez a kis kazettás magnó, ez monóban szól, valószínűleg tartom, hogy nem hallasz rajta annyi mindent, mint a fejhallgatón, ugye a kiváló minőségben, és annak idején mégis valahogy, egyrészt ez volt a szórakoztatás csúcsa, tehát ez szólt, és erről kellett leszedni a zenét is. Igen. Hát szóval ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Hát meg így gyűjtöttük, igen, hogy az egyik kazettáról másoltuk a másikra, vagy esetleg rádióból fölvettük a dolgokat. Igen, igen. És már még a rádió akkor nem úgy szólt, mint manapság, aztán butult a hangzás meg az egész ugye egyre jobban, és egyre rosszabb minőségben, és végül is mire a ötödik havernak odaadtuk azt a dalt, amit mi szeretünk, akkor csak egy masszív súgás volt a hallható. Pláne ugye a Zsoltinak metál kazetta gyűjteménye volt még. Nem hát tudom, én az megvan. Borzasztó, drága. Nem. Én hallgattam metál, tehát vannak nagyon jó metál zenék. Ez a Chrome metal kazetta, rendesen ilyen porcelán kazetta is, és nagyon. Igen, 90 perces volt az, vagy 60 perces volt? Volt mindenben, de ilyen antisztatikus, ilyen porcelán házas, nagyon spéci. Én arra sose sajnáltam a pénzt, és akkor mindig arra vettem föl az anyagokat. De egyébként még egy nagyon érdekes dolog, ez ugye a mai kornak a megfelelő zenehallgatási szokásban, ugye a digitalizáció. Ahogy? Tehát azért a digitalizációnál ott persze kristálytiszta a hang, zajmentes a hang, nem torzít, stb., de mégsem úgy szól, mint mondjuk egy jóvéreg bakelit. Tehát számtalan régi lemezt, hogyha az ember meghallgat ki, teljesen más a hangképe. Uh-huh. Hozzám közelebb áll egyébként, én nagyon szeretem. Na, folytatjuk tovább ezt a beszélgetést. Tartunk egy nagyon rövid szünetet. Kis G. Lacival kezdtük, ugye említettük, akkor most Kis G. Laci közreműködik abban a dalban, amit előadtok nekünk. Úgyhogy így ilyen formában folytatjuk tovább, kedves televíziónézők. Utána pedig, ha már Zsolt elővezette a bakelit lemez kérdését, akkor beszélgetünk a bakelit lemezekről. Hoztam önöknek érdekességeket ide vonatkozóan is, úgyhogy bíztatok mindenkit. Maradjanak velünk itt a Fehérvár Televízióban. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Thank you.
Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! Folytatjuk tovább, kedves televízió nézők, mai Hangvilla című magazin műsorunkat, amiben remek zenék, és hát egy olyan témát választottunk a kiváló muzsikák mellé, amik szerintem nagyon érdekesek lehetnek, mondjuk, vagy érdekes lehet egy olyan korosztálynak, aki még találkozott itt a lábunk előtt heverő Orsós Magnóval, vagy éppenséggel a Király Bakelit lemezével, ha már itt az előbb Zsolt ugye a Bakelit lemezeket említetted, vagy például a Kazettás Magnóval, amit szintén itt pihen mellettem. Ugye szóba hoztuk már az Orsós Magnóhoz ezt a csodálatos Orsós megoldást. Zsolt, mondtad, mindenképpen térjünk ki a szívügyem az akkori időszak technikai vívmányaiból. Én hoztam egy érdekes dolgot. Kérlek benneteket, a TV kompatibilis megoldásokat válaszoljátok. Tehát, hogy szerintetek, de bár ezt megbeszéltük, de mondjuk ez mi lehet? Kérlek benneteket, hogy minden komolyságunkat őrizzük meg. Szóval, hogy szerintetek, de hát tudjátok, most már nem titok. Igen. Tehát, hogy gyakorlatilag igen, vérnyomás. Vérnyomás. Mikroszkóp. Ez egy mikrofon egyébként, tehát tulajdonképpen ez a mikrofon csatlakoztatható ehhez a remek magnóhoz, és már abban az időben, tehát szerintem így a 60-as évek, 70-es évek környékén így lehetett otthon rögzíteni felvételeket, tehát ezt oda raktad a gitár elé, mutatom még egyszer, tehát hogy meglegyen. Tehát ezt a remek mikrofont... Ezt a remek mikrofont oda raktuk a gitár elé, vagy elkezdtünk bele énekelni, és nyilván nagyon rosszul szólt, tehát természetesen, és hát ilyen eszközökben voltunk kénytelenek dolgozni. Úgyhogy Zsolt. Na, én ezt imádom. Vételezek egyet egyébként. De eladó. Sose adnánk el. Na, fölvezetted a Bakelit, mert hogy azért ne felejtsük el, aztán ugye 80-as évek környékén vagy kazetta, vagy Bakelit volt a lehetőség. Tehát mit vagy a 70-es évek vége, 80-as évek. Én hoztam két érdekességet. Először is megmutatom nektek azt a Bakelit lemezt, ami az én életem legmeghatározóbb Bakelit albuma volt. Ez Komár Lacinak jelent meg 86 környékén egy olyan lemeze, ahol a Király dalai gyűjtötte össze. És ez hát azért is érdekes, és attól is érdekes számomra, vagy nagyon fontos, mert hogy hát Komár Laci a kedvenc magyar előadón volt kölyök koromban, hát a Király pedig egyértelműen, azt hiszem, és a kettő így ilyen formában. Ez egy óriási dolog volt, és amitől ez szerintem nektek is érdekes lesz, hogy abban az időben még kiadtak Bakelit lemezek mellé kottáskönyvet. Tudtok kottát olvasni? Mennyire. Tehát így konkrétan egy csomó ilyen fekete pöty van benne. Nagyon érdekes. Le kell szolmizálni? De hogy nézd meg, és ott van a dallista, tehát hogy abban az időben erre is odafigyeltek, hogy megjelent egy Bakelit lemez, és utána a hanglemez kiadó, vagy éppenséggel adtak hozzá egy ilyen kis kottás füzetet. Na már nem tudom, melyik MP3 mellé küldenek a YouTube-on egy ilyen kis kottás füzetet. Az a baj, hogy most már, amikor írják a nótákat, akkor se születik hozzá kotta. Aha. Tehát kísérletezgetnek, melyik akkord szól jól, és akkor azért úgy marad. Azért hoztam el ezt a kottás dolgot mellé, mert ezzel is mutatom azért, hogy tényleg kották vannak benne. Szóval ez is érzékeltetni szeretném azt, hogy abban az időben
talán ez is vitte az oktatást egy picikét, ugye? Tehát megvolt a bakelit lemez, megjelent mellé a kotta, le lehetett ülni a tanítványon, és a kottából lehetett játszani. Sőt, hát volt egy ilyen kotta sorozat, a slágermúzikum. És mindig az aktuális slágerek, akár nemzetközi, akár magyar, magyar szöveggel, angol szöveggel, rendesen jó harmóniákkal, tökéletes kottaképpel megjelentek, és nekünk otthon apámnak megvan. Hát édesapátok gondolom, rengeteg, igen. Rengeteg, az összes slágermúzeum megvan, és a mai napig is egy csomószor van, hogy kell egy nóta, keressük, és abban találjuk meg. Igaz, persze, legyünk őszinték, és ne legyünk túl szigorúak. Ma viszont, amit én most itt mutattam, ugye akár ez a kottás füzet, ami megjelent ehhez a kiadványhoz, ma ez online, digitális formában ugyanúgy működik, nem? Tehát egy-egy dalnak ma már az interneten meg lehet találni a hozzátartozó kottát, vagy hát tévedek? Igen. Hát meg lehet, de azért javítani kell. Tehát aha, fönn van az interneten van. Minden, de azért meg kell hallgatni, hogy tényleg úgy van az a dolog. Igen. De az oktatás szempontjából a kotta anyag meg a bakelit, tehát mondod, hogy van egy fontos dolog szerintem, ezt a Csorba Peti tanár úrral rengeteget, meg ugye öcsémmel is rengeteget beszéltünk erről, hogy a digitális technika azért magával hozott egy olyan hát rossz dolgot is, hogy igazából tét nélkül már felkészületlenül simán elmennek egy stúdió felvételre az emberek. Ugyanis tudják nagyon jól, hogy digitálisan majd úgyis megvagdossuk, majd összehúzogatjuk, majd mit tudom én, és akkor 8 ütemet vagy 4 ütemet addig játszanak órákon keresztül, amíg az nem lesz nagyjából olyan, és akkor ugyan a digitálisan megcsinálják. Tehát régen ez nem így működött. Régen vagy tudta valaki, vagy nem. Amikor szóltak, hogy felvétel, akkor az első hangtól az utolsóig hibátlanul fel kellett játszani, különben a nyersanyagot lehetett kidobni. És nagyon drága volt a szalag, és tehát nem volt játék, és ott ragazgatni, vagdosni, tehát a szalagot az nem úgy volt, mint hogy kitörlök egy fájt, és akkor tehát újra. Ott sokkal komolyabban fel kellett azért egy ilyen stúdió felvételre készülni. Nyilván ez az oktatásban is éreztette a hatását. Na, ha már a hangzókról, meg a régi bakelit lemezekről beszélgetünk, akkor megjelent egyébként ennek a lemeznek, tehát ez egy ilyen sorozat, és ezt csak azért mutatom, nem mintha 86-nak kellene reklámot csinálnunk, mert ez kb. 86-87 körül jelentek meg, de hogy én elképesztően élveztem abban az időben, és ami nekem nagyon hiányzik a zenehallgatási szokások tekintetében, hogy ezeket lehetett nézegetni. Igen, ugye? Tehát ott volt előtted, végignézhetted a tartalmi részét, a rajta szereplőket. Jussunk el ugye lassan a CD-lemezig, az egy óriási nagy robbanás volt a zenehallgatás tekintetében, egy nagyon nagy újítás. Tehát a CD-lemezeknél is a lemezborító, hát az, amikor végignézegeted, elolvasod az előadókat. És ma már ez is kiürült, ugye? Tehát azt se tudjuk, hogy kik szerepelnek egy-egy dalban, meglátjuk a YouTube-on, jó esetben föltüntetik, hogy kik az előadók, kik szerepelnek benne, ki játszotta fel a gitársávot, a dobot, melyik géppe vették fel, vagy nem tudom én. Tehát, hogy ez is így egy kicsit így eltűnt, vagy kiürült ez a történet. CD gyűjtemény? Volt, mondjuk nem Kocsiba. Nagyon volt. Nem nagyon volt jellem. Én nem nagyon gyűjtöttem CD-ket, mert akkor már amikor elkezdtem ugye komolyabban zenét hallgatni, akkor már internet volt, és akkor már letöltögetés indult el. Hát nagyon egyszerűen. Kazetta után. Egy-két CD-m volt, de nem volt jellemző. Volt divat még a CD-kölcsönző. CD-kölcsönző. És én jártam CD-kölcsönzőbe, és onnan hétvégente elhoztam egy vagy két albumot, és otthon átvettem az egész album tartalmát egy ilyen metálszalagra, és így gyűjtöttem. Ugye arra nem volt pénzem, hogy CD-lemezt megvegyem, meg nem is lehetett megkapni. Te Zsolt, és hol vannak azok a metálkazetták? Otthon, az valami, nem tudom, aktatáskában el van rejtve otthon. Aha. Mert tudod, hogy egy idő után azok így elmágneseződnek, tehát hogy... Hát ezek azért strapabírók. Ezek strapabírók? Hát ezek persze. Na, én a beszélgetésünk végén hadd kérdezem meg tőletek, ha mondjuk most a következő tanórára beállítanátok, és azt mondanátok a srácoknak, hogy gyerekek, innentől bakelitán várjuk a tanulandó dalokat, azért lenne nagy csodálkozás. Furcsán néznének ránk, az biztos. De hozzá kell szokni a most már tanár embereknek. Hozzáteszem, hogy az iskolának elég komoly bakelit lemez gyűjteménye van, és most vettünk egy bakelit lejátszót. Digitalizáltam. Lejátszó is digitális, és USB-s. De rendes bakelit lejátszó, úgyhogy
ugye, meg ugye nálunk van azért zenetörténet, ahol klasszikus zenét sokat hallgatunk, úgyhogy vissza fog jönni nálunk a bakelit korszak. Nagyon jó. Ezzel együtt viszont ugye úgy akartam befejezni, hogy hozzá kell szoknunk, tehát egyszerűen, hogy ma már bizonyos dolgok eltűnnek az életünkből. Eltűnik majd az orsós magnó, előbb-utóbb eltűnnek a bakelit lemezek, eltűnik a kazettás magnó, de én azt remélem, hogy a zene az nem fog eltűnni az életünkből, hiszen például ennek egy zászlós hajó és egy oszlopja akár az iskola minden tekintetben, a Gozion Művészeti Gimnázium. Úgyhogy ehhez kívánunk nektek sok erőt, kitartást, és hogyha véletlenül valaki ezután a műsor után bakeliten viszi nektek a tanulandó anyagot, akkor ne zavarjátok el, légy szíves. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen. A kedves televízió nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, örülök, hogy itt voltak velünk, és hogy együtt lehetünk. Hát ilyen kis eszközökről beszélgettünk, én remélem, hogy érdekesek voltunk. Pontosan egy hét múlva hívjuk, várjuk Önöket. Viszontlátásra. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is. Hangvilla. Ne csak hallgasd, nézd is! A műsor főtámogatója a Gorzium Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum. Székesfehérvár, Farkasvermi út 40, www.gorziumiskola.hu